Mostanában valahogy a levegőben van, hogy különnek kell látszanunk, mint amik vagyunk. Nem csak mutatni, hanem valóban különbé válni. Ez igen, ez Herman Ottói gondolat. Aki eltöpreng azon, ami körülötte vagy vele történik, már is megtette az első lépést afelé, hogy különbé váljon. Aki tehát nem szeretné, hogy levegőnek nézzék, az tartson velünk. A következő kísérleteket otthon is el lehet végezni. Felfedezők utánam! Játszunk a levegővel. Most egy nagyon hétköznapi kérdés következik. Mi van ebben a pohárban? Semmi. Biztos, hogy semmi? Levegő. Semmi, csak levegő. És a levegő semmi? Hát most megnézzük, hogy mit lehet ezzel a semmivel kezdeni. Figyeljétek, itt van Zsombor, aki éppen szív valamit. Légyszer, tedd le a poharat, és most fúj bele az akváriumba a szívószálon keresztül. Nagyon jó. Most bebizonyosodott, hogy ez a semmi, ez valami, hiszen a levegő anyaga az, ami a buborékokat adja. És egyben azt is látjuk, hogy a fajsúlya kisebb, mint a vízé, hiszen a buborékok felfelé szállnak. Ezen az elven alapszik a búvárharang működése is. Meg is mutatom, hogy hogyan. Ezt a poharat bemártom a víz alá, megtöltöm vízzel, a másikat viszont fejjel lefelé úgy teszem be, hogy levegő van benne. És szépen alá lehet buborékoltatni. Ugyanígy tölti meg a búvárpók a maga kicsi harangját levegővel. De miért kell neki a víz alatt levegő? Ezt egy másik kísérletben nézzük meg. Ezt a kísérletet otthon csak felnőtt jelenlétében végezzétek, mert a tűzzel játszunk. Ráteszem ezt a mécsest a vízre, és leborítom egy befőttes üveggel. Vajon mi történik? Elaludt a lángja, és utána egy kis időn múlva fölemelkedett a vízszint az üveg belsejében. Fölemelkedett, mert a levegőből elégett az oxigén, kb. Az egyötöde, és mert lehűlt az a levegő, ami eredetileg benne volt. Hát ez az az oxigén, amire a búvárpóknak szüksége van, és erre az oxigénre minnyájunknak szüksége van, ebből lélegzünk, ebből tudunk égetni. És most vegyetek egy nagy levegőt, mert erőpróba következik. Etele, légy szíves, próbáld meg ezt a pingponglabdát elfújni a helyéről ezen az üveghasábon keresztül. Jó erősen. Ne sajnáld. Nem sikerült, de látjuk, hogy a papírlapok elszálltak, az üveglap az eltérítette a levegőt. Mi van akkor, hogyha egy teljes üveget rakunk ide? Még erősebben. És elindult a pingponglabda, mert a hengert azt körülölelte a levegő, és meg tudta mozdítani. Amikor Etele az üveghasábon keresztül próbálta elfújni a pingponglabdát, akkor a levegő eltérült az üvegfalon, és ezeket a papírfesztiket elfújta. Amikor azonban a teljes üveggel próbálkozott, ott a levegő szépen megkerülte a teljes üveget, és a pingponglabda elgurult, mert a teljes üveg áramvonalas. A madaraknak, a halaknak a teste áramvonalas azért, hogy a saját közegükben jobban tudjanak haladni. Például a karvaj vagy a sólyom áramvonalasabb, mint a galamb, ezért utoléri a levegőben. Jó van, ezt jól csináltad, és biztos, hogy jól tudod elfújni a születésnapi gyertyát is, de most egy gyertya mellett kellene fújnod. Meggyújtom, és megnézzük, hogy mi történik akkor. Megfogom a végét a szívószálnak. Jó, először csak gyengén fúj. Látjátok, merre hajolt? És most erősebben fúj? Mennél erősebben fújja, annál inkább arra hajlik, ugye, ahol a szívószálból jön a levegő. Ez azért van, mert az áramló levegőnek kisebb a nyomása, ezen az oldalon áll a levegő, és az elnyomja abba az irányba a lángot. Ezt most már egy másik kísérletben is megnézzük. Mindenkinek adok egy papírlapot. És ezzel a papírlapra fogunk kísérletezni. Így fogjátok meg, a vége
mögött valamivel. Mi van akkor, ha fölötte fújunk el? Felemelkedik. Semmi nem történik, azt mondod, te meg azt mondod, hogy felemelkedik. Ez két elképzelés. Próbáljuk ki, hogy melyik az igaz. Láttuk, hogy fölötte fújtunk el, és mégis felemelkedett a papír. Ugyanaz történik itt is, hogy fölötte áramlik a levegő, kisebb a nyomása, alulról a nagyobb légnyomás felnyomja. És tulajdonképpen ez a hatás segíti a madarakat, a repülőgépeket, amiknek domború a szárnya. A szarvasbogarak széttárt domború fedőszárnyán ugyanilyen felhajtó erő keletkezik, és ez segíti őket repülés közben. A levegő mozgása a szél. A szél fújja le a száradó fa leveleket, további terméseket, hogy valahol másutt egy új fa növekedhessen. A levegő mozgási energia, munkavégző képesség, szélkakast forgat el, szélmalmokat forgat. Az elején azt mondtuk, hogy a levegő semmi, mert észre sem veszük, hogy nélkülözhetetlen, és hogy milyen sokféle hatása van az életben. Thank you.